Hát akkor szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit itt a rendkívüli testületi ülésünkön. Köszöntöm a polgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat, kollégáimat és minden kedves vendéget. Írásban kéréssel fordult felénk Fricsovszky Tóth Péter és a Dülő Te Vagy Egyesület két tagja, Csákvári Istváné és Nagyné Prém Szilvia az állami számvevőszék vizsgálatával kapcsolatban. Megállapítom jelen pillanatban, hogy a testület 11 fővel határozatképes. Jelen pillanatban Csákvári Istváné jelezte távollétét, sajnos nem tud részt venni ezen az ülésen. A testület 11 fővel határozatképes. A napi rendi pontunk egy, az állami számvevőszék vizsgálata, és interpelláció érkezett Medvedovszky Béla képviselő úrtól. Szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy a napi rendekkel kapcsolatban van-e esetleg kérdés. Fricsovszky Tóth Péter, parancsoljon. Tisztelettel üdvözöllek én is mindenkit, és a interpellációval kapcsolatban lenne kérdésem, amit írásban is föltettem jegyzőasszonynak, illetve lehet, hogy önnek is polgármesterasszony, hogy jogszabály, illetve az SMS-ben érvényben lévő SMS szerint ez az interpelláció időben érkezette. Tehát alapvetően ez a rendkívüli képviselőtestület ülés egy az állami számvevőszéki jelentés kapcsán született, amit itt az utolsó pillanatban nyújtott be ugye Medvedovszky Béla képviselő. Semmi kifogásom ellene, csak kíváncsi vagyok, hogy a jelenleg érvényben lévő SMS szerint ez így tárgyalható-e most, vagy nem. Feltettem írásba, kértem választ, nem kaptam. Köszönöm szépen, hogyha most megkapom. Köszönöm szépen. Jegyzőasszonynak adnám meg a szót. Parancsolj. Köszönöm szépen. Az SMS-ünk szerint két nappal korábban kell megérkezni az interpellációnak. Tudomásom szerint csütörtökön érkezett, pénteken lett kiküldve az anyag, tehát akadálya az interpelláció tárgyalásának nincsen, és mint ahogy a levelében is jelezte, ez teljesen független a tárgyalandó napi rendi témától, tehát interpellálni bármilyen kérdésben lehet. És itt van az a lehetőség, hogyha a válaszadó úgy gondolja, hogy nincs elég ideje a felkészülése, akkor kérje, hogy írásban legyen lehetősége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor kérném szépen, hogy indítsuk el a szavazást, és napi rendeket fogadjuk el. Köszönöm szépen, 11 igennel elfogadtuk. Hát akkor szeretnék is az első napirendi pontra térni, az pedig az állami számvevőszék vizsgálata. Az igazság az, hogy az elmúlt időszakban, az előterjesztésben, ugye a tájékoztatásunkban is leírtuk, hogy igen sok önkormányzatnál végeztek ellenőrzést az állami számvevőszék, többek között Üllőn is 2017 és 2018-as időszakot vizsgálták, és hát ennek az ellenőrzésnek a vége, a lezárása október 29-e volt. Meg kell, hogy valljam ezen az időszak alatt minden elismerésem a hivatalé és a kedves kollégáimé, hiszen azon kívül, hogy ma már nem úgy működik egy állami számvevőszéki ellenőrzést, hogy ideülnek és megszállják a hivatalt. Volt az én időmben ilyen is több napon keresztül, tehát ne képzeljék azt, hogy jelen pillanatban ez az egy ellenőrzés folyt itt Üllőn a városházán. Nem. Nagyon sok ellenőrzést végig vittünk már, és hála jó Istennek, igen nyugodtan ülünk a székünkbe, jegyzőasszonnyal együtt. Remélem, hogy ez így lesz a következőkben is. De a lényeg az, hogy ma már nem így működik, tehát 5 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy amikor jelzik, milyen témába kérnek tőlünk adatokat, akkor 5 nap alatt kell feltölteni egy rendszerbe
nem kevés dokumentumot. Van, amikor 26, van, amikor 200. Az előterjesztésben leírtuk a mennyiségeket, hatalmas feladat hárult tulajdonképpen ismét a kollégákra. Emellett azért a napi feladatokat is becsülettel kell látni, fejlesztések, napi munkák, rutin jellegű feladatok, és hát azért meg kell említsem, hogy azért igen sok közérdekű bejelentés is érkezett az elmúlt időszakban, amire szintén esetleg az idejüket kellett, illetve az erejüket kellett áldozni. Tehát nem kis feladat, amit tulajdonképpen elvégeztünk. Az előterjesztésben viszont láthatjuk, hogy hány hivatalt vizsgáltak, amit tulajdonképpen már az ÁSZ oldalán lehetett látni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy jelen pillanatban nekünk egy területen találtak hiányosságot, amit sajnos bármennyire mondhatom, hogy megvolt, és meg is van, de ez nem került feltöltésre. Ami nem kerül feltöltésre adat, az természetesen az ÁSZ úgy veszi, hogy nincs. Jegyzőasszony természetesen személyesen ment be, hiszen kommunikálni az ÁSZ-szal nem lehet, hiába érezzük a problémát. Technikailag igen, felveszik a fonalat, de tulajdonképpen más ügyből kifolyólag nem lehetett velük egyeztetést folytatni. Jegyzőasszony természetesen a jelzése személyesen bevitte ezeket az adatokat, nyomtatványokat, és én úgy gondolom, hogy ezt, amit mi az ellenőrzés során visszajelzésként kaptunk, megdicsérték a munkánkat, megköszönték az együttműködést, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy Üllővárosának ne legyen nagyobb problémája, mint jelen pillanatban ez. Fricsöcki Tóth Péter már nyomta a gombot, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Egy jegyzőkönyvezet szó szerinti felszólalást szeretnék tenni. És most már tanulva az előző képviselőtestületülésből elhoztam konkrétan azt, amit oda is adnék a hölgynek, hogy tudja csatolni a jegyzőkönyvhez. Jó. Tisztelt polgármester asszony, jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület! A mai napra összehívott rendkívüli képviselőtestületülés célja az ÁSZ által kezdeményezett és összegzett végeredményű jelentésben foglalt megállapítások érdemi vizsgálata. Erre azért van szükség véleményünk szerint, mert az ÁSZ jelentésben foglalt összegzés igen kemény megállapításokat tesz, továbbá a birtokunkban lévő további információk ellentétes eredményt mutatnak, mint az önkormányzat hivatalos kommunikációjában foglaltak. Az ülőte vagy egyesület és megválasztott képviselői szeretnének tisztán látni, és sajnos ki kell mondanunk, hogy az eddig tapasztalt önkormányzati kommunikáció és lépések tekintében nincs bizalmunk a városvezetés felé. Ezzel indokoljuk, hogy független, pártatlan, hatósági irányokba is léptünk, amellett, hogy hivatalosan is megkértük az ülői kormányzat érintettjeit a tények, bemutatások, megállapítások igazolására. Sajnos döntésünk helyességét eddig egyértelműen igazolja, hogy a polgármester asszony megtagadta a képviselői, illetve állampolgári jogainkban álló, tiszta helyzetre vonatkozó kéréseinket, pedig ülő érdeke nem az átláthatatlanság. Ezért a mai ülésen érdemi ellenőrzésre, áttekintésre, megfelelő dokumentumok megküldése nélkül nincs lehetőség. Így mindösszesen kb. 8-10 darab kérdést kívánunk feltenni, majd azok megválaszolását követően a hivatalosan kikért dokumentumunk részünkre való megküldése után van értelme folytatni az átjelentés megállapítást vizsgáló ülést. Viszont megdöbbenéssel kellett tapasztalnunk, hogy az ülőte vagy jogszerű lépéseit, mely az állami számvevőszéki vizsgálat megállapításának okát próbálta tisztázni, elvtelen támadások érték. Mi képviselőtestületen belülről is, név szerint Medvedovszky Béla képviselő úr részéről, több esetben degradáló, minősítő és egyesületünk képviselőit érintő gyűlöletkeltésre alkalmas megjegyzéseket osztott meg különböző közösségi oldalakon, melyel úgy tűnt, hogy kifogásolja az ülőte vagy átlátható helyzet teremtése véget tett lépéseit. Sőt, kiemelte, hogy többször szóban lett tájékoztatva a képviselőtestület az átvizsgálatról. Ennek sajnos viszont ellenkezőjét állítja több képviselő, aki az előző ciklusban volt képviselő. Vajon ki az, aki valótlanságokat állít? Bármelyik eset áll fönn, vagy Medvedovszky képviselő, vagy a volt jelen ciklus képviselői, a végeredmény akkor is elkeserítő. Ezt a leghatározottabb módot szeretnénk visszautasítani, és rögzítjük, hogy ezen képviselőhöz méltatlan kijelentések csak megerősítik azt,
hogy hasonló helyzetek tisztázása véget minden esetben vegyük figyelembe, és kérjük más pártatlan, tisztázó jogkörrel bíró résztvevők segítségét, legyen az hatóság, felsőbb állami igazgatási szerv, vagy akár országos, vagy helyi média. Az ülőte vagy egyesület még a helyzet árnyéka révén sem akar olyan helyzetbe kerülni, hogy támogatná a Mutyit és az átláthatatlan városi működést. Ezért végezetül kérnénk tisztelt képviselőtársainkat, hogy most van itt a lehetőség, hogy bizonyítsák, nem a polgármester asszony szolgálatára tették le képviselői esküjüket, hanem Üllővárosért, amely város polgárai közül többen nem elégedettek az előzetesen megadott polgármesteri válasszal, és mélyebb, átfogó ellenőrzést várnak el, jelen esetben nem látjuk az okát, hogy ez miért is baj. Így arra kérem önöket, ne fogadják el az önkormányzat által küldött roppant hiányos és több kérdésre nem választ adó tájékoztatást, és támogassák Üllőváros polgárait abban, hogy egyértelműen és megalapozottan tudjanak döntést hozni, mert a döntéseik a meglévő ügyészségi feljelentés kapcsán akár jogi felelősséggel is járhat. Köszönöm, Fricsevszky Tóth Péter. Köszönöm szépen. Akkor Medvedovszky Béla képviselőnek adnám át a szót, és utána azt hiszem, hogy jegyzőasszonyt kérem meg, hogy azért a hivatalos oldalát is képviselje. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, én is köszöntök minden megjelentett és minden képviselőtársamat, polgármesterasszonyt. Azt szeretném kérni én is, hogy igen, tehát először is mielőtt szót kap bárki, jó lenne, hogyha az, aki a legjobban tudja ezt, és az a jegyzőasszony röviden és tömören összefoglalná, hogy mi történt, mielőtt bárki is bármilyen nyilatkozattal tudná befolyásolni az itt lévőket. Utána meg szeretném azt kérni, hogy akkor mindenki kapjon szót olyan szempontból, hogy nekem is lenne egy jó néhány kérdésem a benyújtott beadvánnyal kapcsolatban, a rendkívüli testületi összevonással kapcsolatban. Úgyhogy kérem akkor, hogy kapjunk egy rövid ismertetőt, lássuk azt, hogy a szakmailag ez igazából miről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor jegyzőasszonynak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen. Az ellenőrzések, és egy picit akkor messzebbről indulok, egyáltalán nem ilyen ördögtől való dolgok, hiszen ezek folyamatosan részei az életünknek. Folyamatosan ellenőrzi a tevékenységünket annak minden területét a megyei kormányhivatal. Folyamatosak az államháztartás területén végzett ellenőrzések, a normatíva elszámolások folyamatos nyomon kísérése. Ezek mind-mind természetes folyamatok, amik a munkánknak a részei, illetve bizonyos időközönként az állami számvevőszék is végez vizsgálatot. Az előző időszakokat, ha nézzük, 2004-ben és ezt követően 2009-ben volt állami számvevőszéki ellenőrzés a településem. Az állami számvevőszék kockázatelemzés alapján választja ki a településeket, hogy hol tart ellenőrzést. Én úgy gondolom, hogy az már önmagában pozitívum, hogy 10 éve nem jártak a településen. Igen, mindig vannak megállapítások, amik úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak és nagyon segítik az életünket. Én unalmas perceimben, bár azért olyan nem sok van, úgyhogy esti mese helyett szoktam ilyesmit olvasgatni. Más településeknek a különböző tárgyú ellenőrzéseit meg szoktam nézni, és nem csak a hasonló településeket, hanem legtöbbször a nagyobbakat, hiszen azt azért tudjuk, hogy egy nagyobb településen egy sokkal nagyobb apparátus, nagyobb szakembergárda van, és ha még náluk is vannak nehézségek, akkor úgy gondolom, hogy ebből lehet tanulni. Azt tudni kell, hogy a mindennapi munkánkban, ha bármilyen változás történik, már nem az van, mint régen, hogy segítséget kapunk különböző szervektől, hogy változtak a jogszabályok, ez történt, az történt. Megyünk a saját fejünk után, annyian itt, ahányan vagyunk, maximum kollégáktól, más településekkel fölvesszük a kapcsolatot és segítséget kérünk, de a mindennapi problémáink megoldásával magunkra vagyunk hagyva. Értelmezzük a jogszabályokat úgy, ahogy képességeinkből, tudásunkból, legjobb tudásunkból telik, és próbálunk nullhibára törekedve dolgozni. Ez persze nem mindig sikerül, hiszen a jogszabályok sem egyértelműek nagyon sokszor, sőt, önmagukban is ellentmondást hordoznak, hiszen nagyon sokszor találunk olyan jogszabályhelyet, ami utal valami másra, csak azt elfelejtették hozzáigazítani. Igen, ezek a joghézagok. Arra nincs idő, hogy mindig állásfoglalást kérjünk, mert az élet megy.
nekünk reagálni kell, dönteni kell, lépni kell és végezni a feladatunkat. Aztán majd x év múlva, amikor ellenőrzik, hogy ezt jól csináltunk-e, igen, lehet, hogy hibát találnak. De akkor, ha bárkihez fordulunk, segítséget Isten igazából nem kapunk, vagy ha kapunk, olyan állásfoglalást, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Hiszen abban benne van, hogy ez nem jó semmire, a mi felelősségünk bármilyen döntés, tehát magyarán az a válasz, ha rám hallgattok, azt csináltok, amit akartok. Tehát az ellenőrzés az utólag tud segíteni, és a jövőbeni hibák elkerülésében tud segíteni. Én azt gondolom, hogy ez is fontos, és ha hiba is van, mert van, és úgy gondolom, hogyha mindenki magában néz, nem hiszem, hogy bárki elmondhatja magáról, hogy a munkája során nem hibázik mindenki az élet minden területén, hiszen ez az élet magával járója, bármilyen szakmáról is beszélünk. Igen, itt is biztos, hogy előfordulnak, de szándékos hibák, vagy szándékos tévedések biztos, hogy nem. Tehát ezek abból adódnak, hogy például egy jogszabályi helyzet nem egyértelmű. Vagy éppen vannak adminisztratív hibák, és akkor most érnék ide ehhez a konkrét számvevőszéki jelentéshez. Igen, egy 5 napos határidő van, amiben egyébként még a hétvégék is beleszámítanak. Tehát gyakorlatilag 5 nap áll rendelkezésre, és bizony, mikor a dokumentumokat föl kellett tölteni, több alkalommal éjfélig dolgoztunk, és a határidő utolsó percében is még éjfél előtt 1 perccel dokumentumot töltögettünk, mert a rendszer sem mindig tökéletes. Úgyhogy volt úgy, hogy nem fogadta a rendszer, hiába próbáltuk küldeni, tehát még a technika is néha akadályozott bennünket, és akkor telefonon kellett segítséget kérni. Való igaz, igen, ezek a dokumentumok lemaradtak. Lemaradtak azért, mert ezeket, az aláírás mintákat, ugyanúgy, mint egy banki aláírási kartont, vagy egyebeket külön tárolunk, a páncélszekrénybe szoktuk ezeket elrakni, hiszen ezek fontos dokumentumok. Ezek a mindennapokban tulajdonképpen nem kellenek, ezek akkor kellenek, hogyha pontosan valamilyen ellenőrzésre kerül sor, tehát ezek nem kézen közön röbdösnek, hiszen senkinek az aláírását nem gondolom, hogy ezt mindenkinek látni és tudnia kell. Szerencsére olyan mértékű fluktuáció egyébként nincsen a hivatalban, hogy ebbe olyan gyakran változás történjen, hiszen legtöbb ember, amióta egy új szabályozásunk van, e tekintetben 2014 óta nagyon minimális változás volt, tehát nem kellett sokszor hozzányúlni ehhez a nyilvántartáshoz, csak ha néha esetleg feladat átcsoportosítás történt. Tehát itt is tulajdonképpen arról volt szó, hogy megvolt a dokumentum, a határidőn belül nem került feltöltésre, egy másik dokumentummal kellett volna együtt föltölteni, nem lett kivéve a páncélból és nem lett feltöltve, ennyi történt. Emi miatt megállapították ezt a hiányosságot. A személyes egyeztetésre ugye mindig az ellenőrzés végén kerül a sor, amikor magyarázatot kérnek a hibára. Elmondtam, elvittem a nyilvántartást, elvittem az aláírás mintákat, jelezték, hogyha szeretnék, akkor tehetek rá észrevételt, megkérdeztem, hogy van-e értelme, közölték, hogy nincs. Mert hogy ezen ők úgysem fognak változtatni. Na most olvastam számos ellenőrzést, ahol a jegyzők próbálkoztak kivédeni meg a polgármesterek, hogy hát az nem úgy volt, hogy meg nem úgy volt, hogy az állami számvevőszék mindent elutasította. Mivel ismerjük az állami számvevőszéknek ezt a metodikáját, úgy voltam vele, hogy ezzel az időt húznánk, teljesen értelmetlen, zárjuk le, legyünk túl rajta, közölték, hogy ezt a megállapítást megteszik, mondtuk, hogy rendben van, a lelkismeretünk tiszta, hiszen egyébként ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak. Való igaz, ha az ember elolvassa ezt a jelentést, és aki ebben nem járatos, vagy nem olvas gyakran ilyeneket, akkor biztos, hogy elájul, mert laikusként biztos, hogy én is elájul. Úristen, mi van itt leírva? De ha elolvasunk több ilyet, akkor látjuk, a számvevőszéknél valami vagy fekete, vagy fehér. Ha valami nincs, vagy nem pontosan úgy van, ahogy az kell, az már jogszabálysértő és visszaélés, és Isten tudja még, mi történt, és úgy néz ki, mintha mindenkit le kéne lőni, vagy a fejét kéne venni. Sajnos ilyen szempontból ez nem jó, tudni kell ezeket helyesen értelmezni, és helyén kezelni ezeknek az ügyeknek a súlyosságát. Én úgy gondolom, hogy az állami számvevőszék ilyen esetben értékeli, hogy ez milyen súlyú, és ha kell, akkor felelősségre vonást, vagy éppen szankciót alkalmaz, mint ahogy
van olyan eset, ahol tudjuk, hogy megtette. Ezt nem értékelték ilyen súlyúnak. Én úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy igen, ez a dokumentum nem került feltöltésre, egy adminisztratív hiba történt, más szégyelni valónk egyébként úgy gondolom, hogy nincs, és ennyit tudok hozzátenni. Köszönöm szépen, jegyzőasszony, Medvedoszky Béla, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Én nekem kérdésem lenne képviselőtársaimhoz, az ütévés képviselőtársakhoz. Most csak kettőjükhöz, mert a harmadik nincs itt. Igazából az volna a kérdésem, hogy van-e olyan jogi végzettségük, közigazgatási végzettségük, netán számviteli végzettségük, ami alapján egy ilyen jelentést meg tudnak állapítani. Tehát, hogy gyakorlatilag azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy november 29-én megjelent jelentés. Október. Vagy október 29-én, bocsánat, elnézést. Október 29-én megjelent jelentésről egyből rendkívülülést és egyéb eseményeket létrehozni, azt gondolom egy kicsit túlzás, ha csak az ember nem annyira hozzáértő. Tehát szeretném ezt megkérdezni, hogyha személyenként válaszolnak, hogy van-e ilyen végzettségük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fricsovszky úr, parancsoljon. Köszönjük szépen a szót. Szeretném elég egyértelműen rögzíteni, hogy általában Medvedoszky úr fordítva ül alapon. A mai napon mi fogunk kérdezni, és mi várjuk a válaszokat. Tehát mi... Hát azért ne haragudjon. Ez nagyon jól hangzik, jó. De egyelőre én megerősíteném még egyszer. Kérek szépen a mai nap mi fogunk kérdezni, önök megválaszolnak. Köszönöm szépen. Képviselő úr, én azt szeretném azért közölni, és vártam a jelzését, hiszen, ha jól tudom, önt megkérte a kedves kis képviselőtársuk valamire. Jól tudom? Nem tetszett elmondani ezzel kapcsolatban semmit. Köszönöm szépen. Csak nem tudom, hogy mire gondol, polgármester asszony, otthon hagytam el a gömbömet, hogy kitaláljam a gondolatait. Jó, akkor elmondom. Tehát alapvetően még egyszer elmondanám, tehát itt önöknek kell válaszolni a mi kérdésünkre, itt semmiféle vizsgáztatás nincs az önök részéről az irányunkba, tegyük már helyre ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Akkor el szeretném mondani, hogy a mai rendkívüli ülést csak azért tartjuk meg, mert nem szerettünk volna önökkel olyan helyzetbe kerülni, hogy azt érezzék, hogy önök miatt nem tartjuk meg. Jelen pillanatban kaptunk egy olyan levelet, amit senki nem írt alá, és ha jól tudom, önök ketten, akik a tévéműsort szerkesztették, és Üllővárosát az egész országba lejáratták, tulajdonképpen csak önök ketten fogadták ezt el. Csákvári Istvánné nem ért egyet ezzel az ászjelentéssel. Elfogadja a mi tájékoztatónkat, és ha önök ketten kérik, akkor rendkívüli ülést nem kell létrehozni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért valami közünk nekünk is van ehhez a témához, úgyhogy legyen kedves nyugodtan maradni, és próbáljunk meg együtt beszélgetni, és nem értem azt sem, hogy magát, ezt az egész történetet mi soha nem titkoltuk, és nem is mondtuk volna, hogy nem fogjuk a képviselő társaimnak elmondani, hogy ászjelentést kaptunk, hiszen a következő december 3-ai ülés lett volna a rendes ülésünk, ahol tulajdonképpen tájékoztattuk volna a képviselőtestületet. Úgyhogy ezzel le is szeretném zárni ezt a történetet, Udvarni Mátyásnak adom meg a szót, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Kedves Péter, én sajnálom, hogy abból, amit leadtál, dokumentumot, hogy nem kaptam. Elmondtál valamit, nem tudtam megérni, csak volt benne egy-két olyan mondat, amit szerettem volna értelmezni, tehát most erre nem akarok reagálni. Majd alkalomattán létszél, és utasd el mindenki fele, mert engem például érdekel, ami benne van, és tudnék rá válaszolni, de most nem teszem meg, mert át kell azt tanulmányozni. A másik része a dolognak, ugye itt az egyes számú függelékben, ha elolvassuk a jelentést, tulajdonképpen miről is van szó? Az állami számvevőszék az ellenőrzések során feltárt tényekhez kapcsolódó további körülmények tisztázására
eszközrendszerrel nem rendelkedik, amennyiben az ellenőrzésen túlmutatóan indokoltnak látszik az ellenőrzés során feltárt körülmények további vizsgálata, az állami számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján az ellenőrzés által feltárt körülményeket továbbítja hatáskörrel rendelkező szerveknek szükséges intézkedések megtétele, eljárások lefolytatása érdekében. Tisztelettel kérdezem, hogy történt-e ilyen, hogy az állami számvevőszék valahova továbbította ezt a, igen, én is hallottam már sok önkormányzatnál, volt szerencsém nekem is, különféle adminisztratív hibákat találnak, és úgy, ahogy jegyzőasszony elmondta, hogy valóban nem lehet velük úgy, komolyan fölveszem a telefont és beszélek, hanem ők abban a pillanatban megállapítottak valamit. Onnantól kezdve dobják vissza a labdát a jegyzőnek, hogy reagáljon rá. Tehát ez megtörtént. Még egyszer kérdezem, hogy történt-e az állami számvevőszék által további eljárása ebben az aláírás minta elmulasztásának érdekében? Ez a kérdésem. Köszönöm. Amennyiben nem, csak azt akarom mondani, hogy mivel nincs itt határozati javaslat, de mégis valamit fogunk róla dönteni, én nem a polgármester asszony miatt döntök, ahogy döntök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A polgármester úr. Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Képviselő úrnak szeretnék erre a kérdésére válaszolni. Én olvastam egy cikket az átlátszó.hu, ami Üllőről jelent meg, ami az átlátszó ugyanezeket próbálta kifejteni, és az átlátszó.hu megkereste a ügyészséget, és rákérdezett erre, hogy van-e valami Üllővárosával kapcsolatban. Azt mondta, hogy mivel az ÁSZ-nak a kötelezettsége az, hogyha olyan törvénysértést talál, akkor egyből elküldi az ügyészségnek bejelentésre, de az ügyészség ilyent az ÁSZ-tól nem kapott. Tehát bűncselekményre utaló, semmi ilyesmi nincs. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Lőre Attila, képviselő úr, parancsolj. Köszönöm szépen, én is a szót. Én csak egyet szeretnék megkérdezni, hogyha ez ilyen automatikusan működik, hogy egy állami számvevőszék továbbítja a véleményét, mondjuk akár az ügyészség felé, akkor miért volt rá szükség, hogy most külön ügyészségi feljelentést tegyünk? Köszönöm. Vagyis tegyen az ügyvéd. Fricsovszky képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Akkor menjünk sorjába. Tehát az igazat megvalva most kellemetlen helyzetbe próbál hozni minket polgármester asszony olyan dolgokkal, amit nem tud igazolni. Tehát Csákvári Istvánnétől én nem kaptam semmiféle, sőt megerősítést kaptam, hogy egyetért azzal, amit mi képviselünk. Tehát amit ön állít, az vagy... Gondoltam, hogy ez lesz a válasz. Jó, köszönöm. Személyesen járt nálam, úgyhogy... Rendben, én majdnem mindent elhiszek kérem, önnek. Akkor ezeket aláírom. Köszönöm, hogy engedi, hogyha elmondhatom. Természetesen. Akkor befejezném. Tehát Csákvári Istvánné nekünk semmit nem jelzett azzal kapcsolatban, hogy ő ezzel kapcsolatban nem ért egyet. Azt nehezményezte, hogy ezen elküldéssel kapcsolatban nem egyértelműsítettük, hogy ezt már most beküldjük, és nem csak később, de alapvetően utána nekem egyértelműen megerősített, hogy egyetért ezzel. Tehát nagyon érdekes helyzet fog adódni, hogyha önnek mást adott, akár írásban is. Ez nem akkor... szoktam felvételeket csinálni folyamatosan. Hát ez az ön hibája, de alapvetően... Nem is jó. Nem baj. Egy pillanatig se fogom szégyelni azzal kapcsolatban magam, hogy az összes mutyiukat próbáljuk leleplezni. Tehát alapvetően... Igyekezzem. Hát, próbálkozunk, és egész jól haladunk. Így van. Kérek szépen figyelmet. Jó, visszatérve. Tehát nem tudok mit kezdeni ezzel az információval, amit Csákvári István nével kapcsolatban mond. Én az ellenkezőjét tudom. Mátyás, a kérdésetre válaszolva. A állami számvevőszék továbbította a legfőbb ügyészség felé ezt az ÁSZ-jelentést. Itt van a kezemben egy jegyzőkönyv, amikor személyesen bementem az állami számvevőszékhez, és két osztályvezetővel egyeztettem ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Itt elég sok minden elhangzott, itt van nálam, ezt sem gondolom, hogy most meg kell osztanom ebben a dologban. Egy a lényeg, itt... Mert itt most mi kérdezünk? Tessék már megérteni. Ilyen nincsen. Könyörű. Kérek szépen figyelmet. Fordítva ülnek a lovon. De hogy? De... Jó. Kérek szépen figyelmet.
könyörgömet, nem cirkusz, hanem fel sorba, jó? Kérném jó, szépen sorba. A figyelmet. Tehát majd, ha megkaptuk a válaszokat, akkor beszélhetünk róla. Egyelőre nem tiszteltek meg minket a válaszokkal, sőt a polgármester asszony levele, ami alapján elutasította tulajdonképpen azt, hogy kiadják azt, amit mind képviselőként, mint állampolgárként kötelességük lenne részünkre kiadni, ami kérjük. Innentől kezdve az igazat megvalva az összes felvetésük, hogy nekünk itt bármire válaszolnak, ennek komolytalan. Először tegyék meg a válaszaikat a kérdéseinkre, és utána tudunk majd beszélgetni erről. Ebből nem fogunk engedni, hiába megy ez a hisztit. Tehát... Hát akkor lehet, hogy be kéne zárni ezt az ülést, mert tulajdonképpen nincs aláírva, polgármester egy, azt, nem tették meg. Ha ön ezt hát, a kutyakomédiát le akarja zárni, akkor le fogja zárni. Ne, ez az ön felelőssége. Lassan meg is. Fogja érezni. Jó, Medvedovszky Bélának adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Hát én azt gondolom, hogy mint minden képviselőnek, mindenkinek van joga kérdezni itt, és vagy megtiszteljük a másikat a válaszsal, vagy nem, ezt majd eldöntően, hogy... megteszi, vagy nem. Engem például érdekelne az, hogyha önnek vannak még további adatai, amit az ÁSZ-szal egyeztetett, erről jegyzőkönyvek vannak, azt miért nem kaptuk meg tájékoztatásként. Eddig azt hallottam, hogy ön mindig azt kifogása, hogy nem kap meg időben, folyamatosan azt kérdezgeti, hogy időbe adták ebbe a kérést egyesek. Én kíváncsi lennék, mert például nekem a döntésben igen számítana, hogyha olvasnék egy olyan jegyzőkönyvet, ahol más tűnne föl, mint amit eddig hallottam. Amíg ilyet nem látok, addig azt gondolom, hogy megbízom abban a vezetésben, amelyik mellett 9 éve visszük ezt a települést, és normál módon halad előre. Úgyhogy, ha úgy gondolja, hogy ezt nem osztja meg velünk, ez az ön dolga, de azt gondolom, hogy az együttműködésnek ez is része lenne. Azt pedig nem tudom elfogadni, hogy ön nem fogad el kérdést, nem akar válaszolni. Tehát azt gondolom, hogy ebben bojkottálja az egész ülést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretne most válaszolni? Parancsoljon. Tehát akkor meg szeretném erősíteni még egyszer, hogy először mi tesszük fel a kérdéseinket, arra, ha megkaptuk a válaszokat, akkor fogunk tovább lépni. Pont. Udvarné Mátyás, hát akkor föltesszük a kérdéseket, és meglátjuk, hogy... Köszönöm a szót, polgármester asszony. Csak akkor tisztázzunk egy dolgot, Péter. Most akkor lenne jó, hogyha ezt a 219 és... egyszer 20, egyszer 200, azokat a papírokat kéred, amit az ÁSZ kért az önkormányzattól? Igen. Ha jól értem? Igen. Tehát jó. Egy pillanat. Most valóban a Medvedovszky föltette a kérdést, akkor hagyd kérdezzük, lehet, hogy azt mondod, hogy nem fogsz rá válaszolni, mert csak te kérdezed. Mi a búbánatot akarsz ezzel a papírokkal csinálni, ha mondjuk oda, nesze itt van, aztán csinálj vele. Mi a bánatot? Mondd meg nekem őszintén. Köszönöm szépen. Képviselő úr. Köszönöm. Nagyon szívesen válaszolnék a kérdésedre, de nem fogok. Mégpedig azért nem, mert megvan mindennek a rendje. Mi kérdeztünk valamit, nem kaptunk válaszokat, sőt, meg van nehezítve a munkák, bőven lett volna lehetősége a városvezetésnek, polgármester asszonynak, jegyzőasszonynak átküldeni ezeket a dokumentumokat. Mégis valami miatt nem akarják. Nekem teljesen mindegy, hogy ezt miért nem teszik meg. Nekünk jogunk van ezeket megkapni. Az, hogy mire ezt mi használjuk föl, felhasználjuk, és nem olyan dolgokra, mint itt. Pár jelenlevő szokta a mi írományainkat, hanem át fogjuk tanulmányozni, és ez alapján fogunk benne szerintem érdemi előrelépéseket tenni. Bár csak az derül neki a végén, hogy itt tényleg minden tökéletesen rendben megy, és nincs probléma. Higgyék el, nem szórakozásból kérjük ezt, bár valakik azt gondolják, vagy nem is ezt gondolják, próbálják így beállítani ezt a dolgot. Én csak azt nem értem, hogy miért fáj ezeket a dolgokat kiadni, amikor elektronikus úton, pont ahogy előbb elmondta a polgármester asszony, az állami számvevőszék fele megtették. És azt is tudom bizonyítani, ugye mind az állami számvevőszék jegyzőkönyvében szerepel, és akkor most elárultam egy kulcs dolgot, hogy önöknek, mivel az adatok itt keletkeztek, kötelezően adatgazdaként ki kell adniuk feléjünk ezeket az adatokat, amit nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg fognak tenni, vagy ki kell önöktől perelnünk, ami nagyon szomorú lenne, de hát nem az első és nem az utolsó dolog lenne, hogy a NAI vagy más különböző hatóság szerepét kell arra igénybe vennünk, hogy önök kiadjanak egy olyan dokumentumot, ami alapvetően jár. Köszönöm, és akkor szóljanak, hogyha feltetjük a kérdéseinket. Köszönjük szépen.
nem érthető tulajdonképpen ez az egész történet, hiszen folyamatosan vizsgálták, ellenőrizték ezeket az anyagokat. Nem tudom, ki lenne az a szakcég, aki még több vizsgálatot szakszerűen tudna elvégezni. Hadadi Ilona, parancsolj! Köszönöm szépen a szót, tisztelettel köszöntök mindenkit. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az ÜTV célja. Az ÁSZ ellenőrizte ezt a több száz dokumentumot, ezt a kevés adminisztratív hibát találták. Miért kellene ezt újra ellenőrizni? Végül kit szeretnének ellenőrizni, az ÁSZ-t? Köszönöm. Akkor jegyzőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az adatigényléssel kapcsolatban csak pontosítani szeretnék. Az ÁSZ dokumentumok kiadását jelenleg senki nem tagadta még meg önöktől. Erre írásban nem hiszem, hogy bármiféle dokumentumot ön kapott volna. Jelenleg állásfoglalást kértünk az adatvételmi hatóságtól ennek kiadásával kapcsolatban. Köszönöm. Persze, képviselő úr, ha nem kap 24 órán belül valami visszajelzés, akkor már nagy a gond, de azért a háttérbe nem unatkozunk, hanem tesszük a feladatainkat. Fricsovszky úr. Köszönöm a szót. Ebbe akkor viszont lehet, hogy tudunk segíteni, jegyzőasszony, hisz mondom, az állami számvevőszéknél töltött egy órám kapcsán a jegyzőkönyvben foglaltak, egyértelműen alátámasztják, hogy önt neki kell adni ezeket a dokumentumokat, tehát akkor ez lehet, hogy fel is tudjuk gyorsítani a dolgot. Csak egy dolgot magyarázom meg nekem, hogy adatvédelmi kérdést intéztek, ugye, mint előbb említette. Miért? Tehát alapvetően miért nem lehet kiadni ezeket a dokumentumokat? Miért ilyen rejtélyesek ezek a dokumentumok, hogyha semmi gond nincs? Jegyzőasszony, itt semmiféle rejtélyes dolgokról nincsen szó, csak úgy gondolom, hogy ezek között lehetnek olyan dokumentumok, amelyek nem publikálhatók harmadik személy felé. Ehhez át kéne tanulmányoznom újból, tehát aláírási címpéldányokat biztos, hogy nem fogunk kiadni, mert senkinek az aláírásait nem fogjuk lobogtatni meg, hogy kinek mire volt jogosultsága vagy jogosultsága. Tehát ezt nem hiszem, és tartalmazhatnak egyébként ezek olyan személyes adatokat. Most nem néztem végig a 219 dokumentumot, ami védelemre szoruló adat, és nem adható ki harmadik személynek. Adatvédelmi okokra hivatkozással lehet ezt megtagadni, úgyhogy várom a hatóság állásfoglását, és azt követően meg fogja kapni a választ. Köszönöm szépen. Nincs több? Semmi olyan, amit. Medezoszky Béla, parancsolj. Nem akarom húzni ezzel a sort. Egyet nem értek igazából, hogy szerintem kaptunk egy rövid értelmezhető választ arra, hogy mi történt. Még azt is érdemes fogadni, hogy ezt mondjuk az ÜTV képviselői nem tudják elfogadni, mert ők csak a mutyiba, meg az ártatlanságba gondolkodnak, de azt gondolom, hogy elég egyértelmű volt. Nem igazán értem, hogy most ennek az ülésnek mi az értelme. Hát egyszer, ha jól értelmeztem, a ügyészségen már följelentettek minket, vagy magunkat, vagy a falunkat, vagy a városunkat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát igazából azt a képviselőtestületet, amelyiknek tagja, tehát történt egy ilyen feljelentés. Ez elindult a maga módján. Demokrácia van, ügyészség majd valamit fog rá reagálni. Mi az, amit itt most meg tudnánk oldani? Ezen túl. Egy átvizsgálat megvolt, annak volt egy jelentése, a jelentésre megtörtént a pótlás. Most történt ügyészségi feljelentés, nem történt, ezt nem tudnám megmondani, de én bízom abban, hogy egy ilyen nyilvántartás hibából ez nem történik meg. Itt kérdéseket tettünk föl egymásnak, amiből tisztázni lehetne a lehetőségeket. Ez úgy nézem az önök részéről igazából csak egy ilyen számonkérés és majd ostorozás című fejezetig fogunk tudni eljutni. Tehát érdemi munka nincsen. Azért ez engem mondjuk nagyon meglepett, hogy egyáltalán a rendkívüli testület összehívására mennyire volt legális. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő úr, és utána Hadadi Ilonának adnám meg a szót. Köszönöm a szót. Ugye fölmerült itt, és előbb lehet, hogy nem válaszoltam előre képviselő úrnak azzal kapcsolatban, hogy miért volt szükség ugye az ügyészségi feljelentésre.
Ugye 7. 25-ével, amikor elkészült maga az ászjelentés, illetve nem is az ászjelentés készült akkor, hanem nem történt észrevételezés az önkormányzat részéről, tehát az ülői önkormányzat részéről. Tehát 7. 25-e óta nem változott a státusza tulajdonképpen az elkészült jelentésnek. Ekkor a legfőbb ügyészségnek megküldte az állami számvevőszék, hogy tájékoztassa a jelentésben foglaltakról. Viszont engem zavar, minket zavar, hiába próbálja Medvedovszky képviselő beállítani azt, hogy feljelentettük a mi kis falunkat, meg ez a szokásos hangulatkeltő butaságait. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk, és nekünk, és legyenek erősek, kapaszkodjanak, nagyon sokszor meg fogjuk megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy másodpercig nem fogjuk kellemetlenül érezni magunkat, sőt, megerősít minket a döntésükben az ilyen és ehhez fajta hozzáállásuk, hogy jó úton járunk. Tehát a válasz, Lőre képviselő úr, az egyértelműen az, hogy eltelt 3 hónap, 7. 25-e óta, és alapvetően nem nagyon történt semmi. Az átlátszó próbált utána járni, az állami számvevőszék részéről további információink vannak a legfőbb ügyészséggel kapcsolatos lépésekről, tehát alapvetően egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy a legfőbb ügyészség ebbe a dologba a választások előtt miért nem rendelte el bármit is, hogyha megérkezett hozzájuk egy ilyen tájékoztatást. Tehát ez rengeteg kérdés van. Ezért is írtunk össze 8-10-et, amit nem tudom, hogy most lesz lehetőségünk föltenni, nem lesz lehetőségünk föltenni, itt már bele lett keverve szegény Csákvár Istvánnél, aki itt sincsen. Tehát egy kicsit komolytalan a dolog, de a lényeg az, hogy mi azt is tökéletesen elfogadjuk, hogyha önök erre az ülésre nem tartanak igényt, ez önöknek kellemetlen, akkor zárjuk le, majd megkérjük ugye hivatalosan azokat a dolgokat, amiket már benyújtottunk, és utána tudunk úgyis érdembe tenni bármit is. Mi itt vagyunk, el tudjuk mondani a kérdéseket, töntsenek, ahogy gondolják, 9-3 arányba akár. Köszönöm. Tökéletes. Az igazság az, hogy minden dátumot tetszik keverni, és ez tudatosan, hiszen október 29-én kaptuk meg az ÁSZ-tól, hogy befejezte az ellenőrzést. Nem nyáron, hivatalosan mi most kaptuk készhez. Nem kell erre válaszolgatni, a többi képviselőnek is szeretnék szót adni. Parancsolj, Hadadi Fekete Ilona. Köszönöm szépen, én csak egy megállapítást szeretnék tenni. Én azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy a több száz dokumentumból egy ilyen icipici adminisztratív hibát találtak, és véleményem szerint inkább dicséret illeti a jegyzőasszonyt és a hivatal dolgozóit, és nem pedig elmarasztalást. Köszönjük a munkájukat. Köszönöm. Most köszönjük. Dr. Lőre Attila, parancsolj. Hogyha tényleg ez a dátum 7-25-én, akkor ez az ÁSZ-re jelentés ez még nem volt lezárva. Tehát akkor a lezárása az egésznek október 29-én történt. Tehát szerintem csak utána lehetne egy automatizmusról beszélni, hogy utána, hogyha olyat talált volna az önkormányzatnál az ÁSZ, akkor tovább küldhette volna az ügyészséghez. Tehát ez a végpont, az tényleg szerintem október 29-e, és ez hát most után, hogyha olyan találna az ászjelentés, hát akkor lehetne esetleg az ügyészséghez továbbítani ezt a vizsgálatot, de mivel egyelőre még ilyen nem történt, vagyis hát én nem tudok róla, meg szerintem nem is, ezért ez az a probléma, hogy tényleg az ügyészségi feljelentéssel szerintem nem az, hogy bármi kellett volna, nem kellett volna megtenni, mert hogyha olyan dolog történt volna, akkor ez automatizmusként működött volna tovább. Köszönöm, ennyi. Képviselő úr, és utána szerintem zárjuk le, ha nem tudunk előre jutni, mert tudtam, hogy ennek a napnak nem lesz előre menetele, hiszen mi elmondjuk, hogy hol tartunk, önök pedig nem fogadják el. Jó, nagyon szépen köszönöm a szót. Szeretnék egyértelműen válaszolni. Nem valós az a dátum, hogy 10. hó 29-ével zárult le az állami számvevőszéknek a vizsgálata. 7. hó 25-ével kellett beérkeznie a visszajelzéseknek az ülői önkormányzat részéről, amit nem tettek meg. 7. hó 25-ével, információink szerint 7. hó 25-ével került a legfőbb ügyészség tájékoztatásra
erről a jelentésről. Ez az október 29, vagy amit önök állítanak, ez egy nagyon jó dátum, csak már 3 hónappal ezelőtt is tudott mindenki, főleg, mint ahogy itt szintén a teremben vannak, akik a nyilvános állami számvevőszéki hírportálnak az oldalára szoktak hivatkozni, meg lehet nézni az állami számvevőszék hírportálján, teljesen egyértelműen ott van, hogy elkészült a jelentés, Üllőváros önkormányzata nem észrevételezte ezt a jelentést, és innentől kezdve... Köszönöm, hogy befejezhetem, és a lényeg az, hogy ezek után 7. hó 25-ével elküldte a legfőbb ügyészségnek ezt a dolgot. Ezzel kapcsolatosan, ha kell, reményeim szerint nagyon gyorsan be is fogunk tudni bizonyítékokat nyújtani, csak viccesnek tartom még egyszer, önök válaszoljanak a kérdéseinkre, mert egyelőre itt Ilona képviselőtársamtól kezdve mindenki, itt már előre ünnepelünk, hogy itt mindenki milyen jól végezte a munkáját, pedig alapvetően önök meghallgattak, vagy elolvastak egy A4-es oldalt, amit azt hiszem a jegyzőasszony, vagy nem is tudom ki küldte, amiben le van írva bizonyos gondolatok. Ne haragudjanak már, hogyha mi ezt, vagy én személy szerint én ezt a dolgot szeretnék megbizonyosodni róla, mert nem azért ülök itt, hogy feltétlenül elhiggyem az önök állításait, hanem hogy utána járjak annak, hogy valójában mi történik, mert engem ezért választottak ide meg. Köszönöm. Köszönjük szépen, mi meg évek óta azért dolgozunk, hogy becsülettel végezzük a feladatunkat. Jegyzőasszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Lehet, hogy lezárult júliusban a jelentés, de erről mi nem kaptunk információt, se arról, hogy az ügyészségnek vagy bárkinek ezt továbbították volna. Azon a napon, amikor az előterjesztésben szerepelt, akkor küldték meg hozzánk a jelentést. Nem tudok mást mondani. Más információnk nincs. Köszönöm szépen, képviselő úr, akkor még egy mondat, és ha nincs több, akkor szeretném kérni ezt a tájékoztatást lezárni. Köszönöm, akkor csak még egy kérdés, jegyzőasszony, vagy nem tudom, hogy utána lesz még lehetőség kérdéseket föltenni, amiért összegyűltünk, de alapvetően a kérdés az lenne, hogy önök teljes mértékben ugye a törvényeknek tudatában vannak, illetve magának az ügymenetnek, hogyha önök az észrevételezési határidő lejártát követően, tehát nem adtak észrevételt, akkor tudniuk kell, hogy mi a következő lépés. Hogyha ez 7. hó 25-ével lejárt ez a határidő, ezek után nem tettek észrevételezést, akkor mit gondoltak, hogy utána mi fog történni még 3 hónapig? Tehát ne haragudjon, nem életszerű az, hogy azt mondja nekem, hogy 3 hónapig önök várták azt a hivatalos kiértesítést, hogy lezárult a vizsgálat, ami után a lezárult vizsgálatot kellett volna önöknek észrevételezni. Érthetetlen. Észrevétel, bementél, személyesen bevitted. Nem kívántunk észrevételt tenni, még egyszer mondom, megküldték a jelentés tervezetét, amire mi jeleztük, hogy nem kívánunk észrevételt tenni, mint mondtam, hogy nincs értelme. Mert akkor kiegészült volna egy lappal a jelentés, azzal, hogy a jegyző azt észrevételezte, amit nem tudnak elfogadni. Tehát gyakorlatilag annyi volt, hogy tudomásul vettük a megállapítást, pont azért, mert tudtuk, hogy nem volt ott a papír, és ami nincs ott, az számukra nem létezik. Tehát értelmetlen az észrevételezés. Más információnk továbbra sincs, nem tudok mást mondani. Köszönöm. Nagy nép, Prém Szilvia, képviselőasszony. Bocsánat, én csak kiegészíteném, mert hogy kicsit pontatlan volt a Péternek a dátum felsorolása. Ugye itt 6. hó 24-e volt az az időpont, amikor megküldte az ÁSZ a jelentést az önkormányzat részére. Ez az ÁSZ honlapja. Nem. 15 nap volt észrevételezésre, 6. hó 24-től csak ezt szerettem volna kijavítani, és 7. hó 25-e volt az a dátum, amikor ugye megküldte az ÁSZ felé az ÁSZ, a főügyészség felé az észrevételezés hiány a jelentést. Ezek a dátumok vannak nekünk leírva az ÁSZ honlapjából. Továbbra is mondom, most kaptuk meg. Október 29. Fécsovszki úr, parancsoljon. Még egy utolsó kérdésem lenne akkor, rendben, megkapták 10. hó 29-ével. Nekem az a kérdésem, hogy önök mire gondoltak, hogy mi lesz az észrevételezés után? Értjük, nem tettek észrevételezést, mert felesleges, mindent értünk, mi sem vagyunk hülyék. De akkor a kérdésem az, hogy mire vártak? Tehát mit gondoltak, hogy mi fog utána történni, amikor egy lezárult vizsgálat kapcsán önök mikor át szokták küldeni úgy a jelentést, hogy a felénél véleményezzétek, aztán majd utána dolgozunk egy kicsit, aztán majd a végén is. Tehát könyörgöm, a végén küldték el önöknek, hogy észrevételezzék. Önök nem észrevételezték, nyilvánosan megjelent az állami számvevőszék
hivatalos hírportálján, hogy lezárult a vizsgálat. Na most innentől kezdve én nem értem, hogyha önök korrekten akarnak eljárni, és korrekten akarják bizonygatni, hogy önök miért tettek ezt-azt, akkor miért vártak 3 hónapot, és miért 10. hó 25-29-én, amit most itt mondanak, léptek bármit is. Tökéletesen képbe voltak azzal, hogy nem tettek észrevételezést, és hogy 7. hó 25-ével lezárult ez a dolog. Mire vártak? A jegyzőasszonynak már nem is tudom. Ennek az a menete, hogy megkaptuk a jelentést, arra vagy teszünk észrevételt, vagy nem, és megvárjuk az állami számvevőszék végleges jelentését, és abban leírják, hogy mit kell tenni, és kérik az intézkedési tervet. Ez az eljárásnak a menete. Ez mindig is így volt, ezután is így lesz. Amikor ezt megkaptuk, 30 napunk van arra, hogy intézkedési tervet készítsünk, és tájékoztassuk a képviselőtestületet a jelentésről. Ez egy tájékoztatási kötelezettség, és az intézkedési tervet pedig megküldjünk, amit ők elfogadnak, vagy nem fogadnak el, és ha akarnak, utóellenőriznek, ha nem akarnak, nem utóellenőriznek. Köszönöm. Nedvedovszky Béla, parancsa. Köszönöm szépen a szót. Tehát azt gondolom, hogy ez most már körülbelül 80 ellep mondva, hogy mi volt ennek a menete. Tehát lehet az ember laikus, de azt gondolom, hogy ez már nem laikusság, hanem dilettantizmus. Tehát gyakorlatilag egy olyan eljárást minősíteni, ami ez látva lövőleg halvány gőzük sincs, hogy finoman fogalmazzam magamat, egy gyakorlatilag egyszerűen hihetetlen a számomra, hogy ezt nem sikerül megérteni, hogy folyik egy eljárás. Van közben különféle cselekmények, aktusok, amiket egyik oldalon, másik oldalon meg kell tenni. De bármit akkor lehet tenni, hogyha az eljárást lezárják. Az eljárás október 29-én lezárult, gyakorlatilag minden előtte való időpont, egyeztetésre, egyebekre, az egy menetközi járat volt. A lezárás után lehet bármit tenni. Ha ezt nem sikerül fölfogni, 18 rendkívüli ülést is lehet tartani, lehet ordítozni mutyikról, csak éppen bebizonyítani nehéz ilyen dolgokat. Tehát egyszerűen nekem ez már felháborító, ezért kell itt ülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát, hogy minél előbb lezárjuk most már ezt a történetet, mert úgy gondolom, hogy kiforgatjuk az Atya Úristent is. Tehát az ellenőrzés megállapításai alapján az állami számvevőszék, az ülői polgármester hivatal jegyzőjének, azaz egy javaslatot fogalmazott meg, melyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteni. Tehát a dátum 2019. november 28-a, de jelezném, hogy ez az intézkedési terv már elküldésre jutott. Tehát továbbított a jegyzőasszony, még mielőtt belekötnénk abba, hogy ki mikor megy szabadságra. Úgyhogy ezen is túl vagyunk. Na, akkor most Fricsovszky úrnak megadom még a szót, utána a képviselő úrnak, és úgy gondolom, hogy többet erről nem tudunk, nem érdemes. Parancsoljon. Köszönöm a szót. Tehát akkor szeretnék egy egyértelmű választ kapni majd, hogy ezt a 8 kérdést, ezt föl tudjuk-e tenni, vagy nem. A következő, amit megjegyeznék, az önök állítása szerint október 29-én volt ez az állami számvevőszéki hivatalos megkeresés az önök irányába. Az is elhangzott, hogy 30 napjuk van rá. Na most, ha ezt visszautalva Medvedovszky úr értetlenségére, hogy miért is ülünk most itt, alapvetően, hogyha mi nem hívjuk ezt a rendkívüli képviselőtestületülést össze, akkor ez az intézkedési terv tekintetében, aminek a képviselőtestületnek döntést kell hoznia. Nem kell. Kizárt. Már jó. Rég útján van. Akkor alapvetően ez december 3-án történt volna meg, tehát 30 nap után. Tehát ezért is ülünk itt most alapvetően, illetve végezetül csak egy kérdés, hogy Medvedovszky képviselő úr aktív ÁSZ ellenőri tevékenységi múlta rendelkezik, hogy ilyen mérhetetlenül okos, vagy csak nagy szájú és hangoztatja. Na jó, akkor kérném szépen Udvari Mátyásnak adom meg a szót, és figyelmet kérek. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Kedves Péter, egy dolgot kérek. Ezt a mutyi szót, ettől a hideg kiráz ettől a szótól. Megmondom, hogy miért.
mert érintve érzem magam, hiszen én is tagja vagyok. Én ezt kikérem magamnak, szóval nekem itt semmi nincs. Ez, hogy mutyi, ez egy annyira visszataszító szó, hogy valami, és akkor arra kell, ha van valami konkrét dolog a kezedbe, akkor kötelességünk bármelyikünknek, akkor eljárást indítani, ha tudom, hogy XY bármelyikünknek van. Nem is mondom ezt a szót, hogy mutyi, mert borzalmas ez a szó. A másik része, most valóban, hogy én utána néztem annak, hogy mi az, hogy rendkívüli ülés összehívása. Jól tudod, igen, az egynegyede kérheti a rendkívüli ülés összehívását. Nyomós indok esetén. Nekem rögtön egyből ad volt a gondolatom, hogy miért is jövünk össze? Elvitték már a jegyzőt bilincsbe? Tehát ennek akkor lett volna értelme, ha tényleg az a jelentés van, hogy itt XY-ok, tehát valami konkrét dologra. A másik része valóban, hogyha nincs bizalmad felénk, vagy a hivatal felé, akkor megette a fene. Akkor én csak ezt tudom mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Előre fel. Még egyszer az időpontok pontosítása, a jegyzőnek 30 napon belül kell az intézkedési tervet. Arra nincsen határidő, hogy tájékoztassuk a testületet. Természetesen az első rendes testületi ülésen ezt egyébként tájékoztattuk volna. Az intézkedési tervre van 30 napos határidő. Köszönöm szépen. De hát ezt előbb már elmondtam, úgyhogy most már ismételjük önmagunkat. Fricsovszky úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mátyás, én csak azt szeretném teljesen egyértelműen mondani, hogy nem vagy birtokában olyan megalapozott információknak, és a képviselőtestületből senki. Mi se, hogy megalapozott döntést tudjunk hozni. Tehát amikor te azt mondod, hogy biztos nincs itt semmi probléma, az szerintem egy felelőtlen állítás, mert akkor mondhatnád ezt egyértelműen, hogyha azokat a dokumentumokat, ami alapján mi felelősségteljesen akarunk döntést hozni, és fogunk döntést hozni, mert addig nem tudjuk ezt támogatni, mert nem látjuk át, és nem fogunk beállni az M betű szóba, ami már többször elhangzott. Ez a demokrácia. Igen. Medvedovszky Béla, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Hát én azt gondolom, hogy amiket ön mond meg, utal rá, ezek bűncselekmények. És bűncselekményeket nem hivatal, nem testület követel, hanem személyek. Hát ön gyakorlatilag megvádol személyeket, most már nem először. Kérem, ne tegye, mert semmi joga nincsen. Nyilvánosan csinálja ezzel, hogy ön mutyit nevez, gyakorlatilag bűncselekményt sejtett emberek ellen. Ön gyakorlatilag még semmi tényt nem mondott, semmit nem fedett föl, most fölfújt egy olyan pici nyilvántartásbeli hibát, amelyik miatt lemondásra szólította föl a polgármestert, lemondásra szólította föl a testületet, nem tudom igazából mi a célja. Gondolom, utána kirúgná a jegyzőt, mi lenne ezzel a várossal? Vezetés, hivatali vezetés és egyéb vezetés nélkül. Ön föl van készülve, meg a ÜTV föl van készülve, hogy rögtön be tud ülni és folytatni tudja a munkát. Köszönöm szépen! Fejér Imre alpolgármester, parancsolj! Köszönöm a szót, nem nagyon akartam már hozzászólni, de Udvardi képviselővel egyetértve. Én is kifejthetném az én véleményemet erről, hogy tényleg ez már bűncselekmény a rágalmazás, akit itt ülünk, én fölteszem tiszta kézzel, tiszta lelkiismerettel ülök itt, mindaddig, amíg nem találnak ellenem semmi olyan bizonyítékot, amit nem követtem el, és csak vádoskodások vannak itt a többi képviselőtársammal is szemben, ez már tényleg egy kicsit túllépi azokat a dolgokat. Gyanú lehet, de az csak akkor bizonyosodik be, hogyha ez elkövetődött. Nem követtük el, én legalábbis nem követtem el, és úgy gondolom képviselőtársaim sem követtek el ilyet, hisz itt ültünk, vagy itt ülünk már jó néhányan 2006 óta, 2010 óta. Hibák lehetnek, előfordulhatnak, de törvénytelenséget és jogszerűtlenséget szerintem eddig még senki nem követett el. És lett volna egy kérdésem, de felére már megkaptam a választ, hogy mi a célja az ÜTV-nek. Valós vagy vélt hibákat keresni, számon kérni, vagy pedig lesz érdemi munka is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm a szót.
Hát többszöri érintettség kapcsán is válaszolnék. Tehát egyrészt tényleg megkérem, nem tudok más tenni, tehát már az összes létező formában megszakítottuk a kapcsolatunkat Medvedovszkijról, hogy ne állítson valótlanságokat. Tehát ismeri már fel a helyzetét, az, hogy ön egy felelősségteljes képviselő, akinek nem kéne össze-vissza butaságokat beszélni. Tehát én azt szeretném öntől kérni, hogyha úgy érzi, hogy én bűncselekménnyel vádoltam meg önt, akkor tegyen feljelentést. Hogyha úgy érzi itt bárki, hogy én bűncselekménnyel vádoltam meg, akkor tegyék meg a feljelentést. Én, illetve az üllőte vagy, ahogy alpolgármester úr mondta, szeretnénk tisztán látni. Azért nem neveztük meg, és azért ismeretlen tettes ellen tettünk feljelentést az ügyészségen, mert ha annyira biztosak lennénk abba, hogy itt valójában ki a hunyó, vagy ki lehet a hunyó, akkor megneveztük volna, mert vagyunk ennyire talpra esettek. De alapvetően mi vagyunk annyira viszont határozottak, hogy tartjuk magunkat ahhoz, amíg nem látunk tisztán ebbe a kérdésben, addig ragaszkodunk ahhoz, hogy teljes mértékben felelősségteljes döntést hozzunk. Látom, önöket nem zavarja, hogy részinformációk alapján kell döntéseket hozniuk, megalapozatlanul, átgondolatlanul, felelőtlenül. Mi ebben nem fogunk beleállni, mi csak akkor fogunk ebbe a döntésbe szerepet vállalni, hogyha kellőképpen tudatában vagyunk a tényeknek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát ha így dolgoznánk, akkor igen nehezen haladt volna ez a település, mert egyetlen egy témát boncolgatunk, és mi nyugodtan ülünk itt. Medvedovszkij úrnak megadom még a szót, és utána szerintem zárjuk le ezt a témát, mert nem fogunk előrébb jutni. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót. Hát nekem egy javaslatom lenne, úgyis a SMS-t módosítani kell. Tehát én azt gondolom, hogy egy kontrollbizottságot föl kéne állítani. Mert gyakorlatilag valaki gyakorlatilag munkába úgyse fog részt venni, csak számon fog kérni. És azt gondolom, hogy erre meg is van mind a három jelölt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Na, hát én úgy gondolom, hogy... Parancsoljam. Én meg szeretném kérni, polgármester asszony, hogy próbáljuk bevezetni azt, hogy valamilyen szinten, amikor személyeskedést és degradáló kifejezéseket használ valamelyik képviselő, akkor próbáljuk helyreutasítani, mert az, hogy Medvedovszkij úr milyen mértékben minősíti az üllőtevagynak a képviselőit, az felháborító, meglehetősen pofátlan, és nem ideillik. Köszönöm szépen. Képviselő úr, ez túl egyoldalú, úgyhogy most ezt inkább ne boncolgassuk. Szeretnék visszatérni a napirendi pontra, és ugyan nem kötelező, de szeretném megkérni képviselőtársaimat, hogy ezt a jelenlegi tájékoztatást is elfogadásra tenném föl, úgyhogy kérnék szépen majd egy szavazást elindítani. Mire szeretném azt? Én úgy gondolom, és erre is akár képviselőtársaimnak a szavazatára lehet, hogy szükségem lenne. Nem látom, hogy értelme lenne ezeknek a kérdéseknek, hiszen ma úgy látom, csak azért jöttünk össze, hogy boncolgassuk azt, ami nincs. Ön meg fogja várni a zásztól a jelentést, és meglátja, hogy mi lesz itt az eredmény. Akkor megszavazták, elhitték, demokrácia, parancsoljon, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Boldog vagyok. Akkor föltenném a kérdéseket. De türelmet kérek, jó? Nem gondoltam, hogy ennek is örülni fogok. Na, tehát a átjelentés érdemi kivizsgálásában lévő kérdéseket szeretnénk föltenni. Tehát hogy legyen, megkérdezem az előtte jegyzőasszonyt, hogy föltegyük mind a 8 kérdést, és majd válaszolnak, hogy egyesével tegyük föl a kérdést, és úgy történik. Most jó. Meghallgatjuk, nem biztos, hogy válaszolunk rá, de kérném szépen majd a kérdéseket leadni a jegyzőkönyvvezetőnek. Ugyanúgy le fogom adni a jegyzőkönyvvezetőasszonynak. Köszönöm szépen. Majd. Akkor inkább felsorolom az összeset, és akkor leadjuk azt. Lassan, érthetően. Lassan, érthetően. Egyes kérdés. Miért nem lettek tájékoztatva az üllői polgárok az ászvizsgálat megkezdéséről, annak eredményéről, még 2019 október 13-ai helyi önkormányzati választások előtt, hiszen a vizsgálat már az észrevételezés nélkül lezárult 2019. 7. hó 25-én. Ez az egyes kérdés. Kérném a jogszabályi megjelölést, hogy az üllői önkormányzat nem hozhatta nyilvánosságra az állami számvevőszéki vizsgálat és jelentés megkezdése és befejezése kapcsán a tájékoztatást a lakosság felé.
nem? Miért nem élt a polgármester asszony és a jegyzőasszony az észrevételezés jogával? Erre most hallottunk választ, ha ezt leírják nekünk még egyszer, akkor azt megköszönjük. Következő. Mikor és milyen formában tájékoztatta a képviselőtestületet az ÁSZ vizsgálat és a jelentés megkezdéséről és annak befejezése kapcsán az eredményéről? Ha írásban, kérnénk azokat a jegyzőkönyveket. Ha szóban történt, akkor is pontosan tudnunk kéne, mikor történt, az összes dátumot beleértve, hiszen Medvedovszky képviselő állítása szerint ez többször megtörtént szóban. Elégségesnek tartják-e egy ilyen tárgykörben a szóbeli tájékoztatást? Következő. Megítélésünk szerint az ülői önkormányzat által elkövetett szabálytalan működést megállapító jelentést milyen mértékben látják terhelőnek az önkormányzatra nézve? Következő. Megítélésünk szerint az ülői önkormányzat által elkövetett szabálytalan működést megállapító jelentésben mennyire van személyes szerepe az évek óta az önkormányzattal együttműködő belső ellenőrnek, illetve az általa készített belső ellenőrzési jegyzőkönyvek, intézkedési tervek mennyire voltak hatékonyak, megalapozottak, hiszen tény, hogy az ellenőrzésen az ülő önkormányzata elmarasztoló jelentést kapott. Megítélésünk szerint az ülő önkormányzat által elkövett szabálytalan működési megállapodási jelentés kapcsán kik a személyi felelősök, hiszen még egyszer jelezzük, elmarasztó jelentést kaptunk. Szeretnénk választ kapni, hogy az ÁSZ által modulonként bekért dokumentumok száma tételesen név szerint mennyi volt, illetve mennyit küldött be modulonként az önkormányzat, mert csak erre kaptunk választ. Volt-e eltérés darabszámban, ha igen, miért? Szeretnénk választ kapni, hogy az ÁSZ által bekért tanúsítványok és kérdések száma tételesen név szerint mennyi volt, illetve mennyit küldött be és válaszolt meg az önkormányzat, mert csak erre kaptunk választ. Volt-e eltérés darabszámban, ha igen, miért? Mit tartalmaz a 2019. 6. hó 25-ei személyes vezetői találkozó jegyzőkönyve, amit említettek? Ezen az egyeztetésen kik vettek részt az ÁSZ részéről, illetve az önkormányzat részéről? Hol történt az egyeztetés? Budapesten. Tájékoztatták-e a képviselőtestületet, illetve az érintett bizottságokat? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor miért nem erről az egyeztetésről? Szeretnénk a jogszabályi megjelölését annak, hogy Fricsovszky Tóth Péter 7. számú egyéni választókörzet képviselő által kezdeményezett érdemi átjelentés megállapításait vizsgáló ellenőrzéshez mi alapján tagadták meg a szükséges alábbi dokumentumok kiadását. Továbbá milyen jogszabályon alapján állították, hogy számomra nem kiadhatóak a kért adatok, dokumentumok, csak a képviselőtestület felé adott tájékoztatás nem elfogadása esetén lehetséges az alaposabb vizsgálat és dokumentumok kiadása, amit ugye a polgármester asszony részemre küldött. És emellett, ugye ezt már írásban jeleztük, hogy kérnénk ugye az összes begyújtott, illetve ÁSZ által kért dokumentumot. Ennyi lenne. Természetesen kérném szépen a kérdéseket, jó? És Udvari Mátyásnak adom meg a szót. Most? Megengedő, hogy válaszol? Igen. Teszek rá kísérletet. Köszönöm. Bocsánat, valaki ég. Köszönöm. Mátyás, bocsáss meg, jegyző asszony, hogy válaszoljon, és utána megadom neked a szót, elnézést. Várjál, mert ezt a nyomjátok. Most már jó. Most jó. Nagy része szerintem már a kérdéseknek itt az előzetesben szóba került. Arra vonatkozóan nincs jogszabályi kötelezettség, hogy valamit tilos lenne, de ettől függetlenül egy vizsgálatnak a megkezdéséhez a lakosságnak nincs köze. Ez egy belső dolog, mert akkor ilyen alapon a hivatal működésének minden egyes momentumáról, minden egyes eljárásról kellene tájékoztatni. Ami jogszabályi kötelezettség, az az, hogy tájékoztassuk az eljárás és az ellenőrzés eredményéről. Persze tilosnak nem tilos, de egyébként ez sehol máshol nem bevett gyakorlat. Ez egy előkészítő munkafázis. Azok, akik érintettek voltak benne, tudtak róla. Polgármester asszony is több alkalommal jelezte a múltkori tavalyi testületi üléseken, amin szerintem képviselő úr is itt volt, hogy milyen nagy a leterheltség, hiszen folyamatos ÁSZ-adatszolgáltatás és mindenféle adatszolgáltatás van. Lehet, hogy ezek így rögzítésre nem kerültek a jegyzőkönyvbe, de ez biztos, hogy többször elhangzott polgármester asszony szájából, hiszen ez gyakorlatilag a tavalyi év nyarára koncentrálódott, amikor
többek között egyébként a közérdekű adatigénylések nagy számával is küzdöttünk, és gyakorlatilag szabadságra se nagyon tudtunk venni emiatt, hiszen, mint említettem, a határidők azok nagyon rövidek voltak minden esetben. Tehát, mint jeleztem, azt arról, hogy van egy vizsgálat, arról nincs kötelezettség a tájékoztatása, és ez sehol sem gyakorlat. Elmondtam, hogy miért nem észrevételeztünk, mert gyakorlatilag tényleg semmi értelme, csak időhúzás, és szerettünk volna pontot tenni az eljárásnak a végére. Az, hogy egyébként ezt mennyire, ki mennyire tekinti terhelőnek az önkormányzat számára, én továbbra is azt mondom, hogy ha ennyi hiba van, akkor ez nagyon minimális hiba, mint mondtam, igen durván fogalmaznak az árszerentések. El lehet kezdeni olvasgatni nagyon sok önkormányzatét. Minden jogszabálysértést követett el a polgármester, ez a jogszabálysértő, így nem működött, ez nem volt ellenőrizve. Ők így fogalmaznak a legeslegapróbb hiba esetén is, mert ami nem 100%-osan jogszabályszerű, vagy nincs ott, vagy nem látnak, akkor ők ezt így írják le. Az mindenkinek magának kell mérlegelni, hogy ezt a hibát mekkorának tekinti. Én úgy gondolom, hogy ez nem olyan jelentős hiba, és egyébként, ha emiatt polgármesterek meg köztisztviselők állnának fel, akkor a településeken sehol nem lenne soha se polgármester, se jegyző, mert ezek folyamatosan kikerülnek, és ha egy ellenőrzési jelentés miatt már rögtön valakinek az állását kéne elhagynia, úgy gondolom, hogy gyakorlatilag működésképtelen lenne az ország. Ezeknek az eljárásoknak nem az a célja, hanem az a célja, hogy segítsen a mindennapi problémák megoldásában. És ezeket az ellenőrzéseket én úgy gondolom, hogy így kell tekinteni. Igen, megterhelők ezek az ellenőrzések, nagyon sok dokumentum és adat összegyűjtését jelentik. Ennek ellenére azt mondom, hogy igenis kellenek, és pont ezért, tehát én soha nem vagyok ellene az ellenőrzéseknek. A dokumentumokkal kapcsolatban elmondtam, kértem állásfoglalást, hogy ezek így kiadhatók, vagy nem adhatók ki. Ha megkapom a választ, amennyiben az lesz az álláspont, akkor meg fogják kapni az anyagokat. Az egyeztetésre egyébként a számvevőszékben, az ellenőrzési vezető jelenlétében került sor, és az ő főnöke neveket én már nem tudok. Oda vittem be a hiányzó dokumentumokat, és mutattam meg. Tehát egy jegyzőkönyvvezető kolléga és plusz két főnek a jelenlétében történt az egyeztetés, és oda vittem be ezeket a dokumentumokat, akik azt tudomásul vették, de közölték, hogy ezt ők már nem tudják figyelembe venni, nem is vehetik át tőlem. Tudomásul vettem, és ennek következtében nem is láttam értelmét a későbbi észrevételezésnek. Úgy gondolom, a lényeges pontokra szerintem válaszoltam. Köszönöm szépen, akkor úgy gondolom, hogy lassan tényleg lezárhatjuk. Fricsovszki úr. Köszönöm a szót. Csak pár észrevétel, illetve még egy kérdés, amire viszont mindenképpen várni kell egy választ öntőjegyzőszer. Az egyik az, hogy ugye nem is azt kérjük, hogy bár az lenne az idilli szerintem, de valószínűleg más a véleményünk arról, hogy miről kell tájékoztatni a lakosságot, és miről nem. A állami számvevőszék azért nem egy évenkénti gyakori vizsgálata, ahogy önök elmondták a mai nap 2004-ben, 2009-ben, és polgármester azt ki is emelte, hogy 10 év után, 2019-ben volt állami számvevőszéki vizsgálat. Tehát azt gondolom, hogy azért ez egy eléggé komoly dolog ahhoz, hogy ennyire ugye el legyen bagatelizálva, mint ahogy itt próbáljuk beállítani ezt a dolgot. Tehát ezt mindenképpen megemlíteném. Illetve amire még mindenképpen várnám a választ, egyértelműen, hogy modulonként az ÁSZ által bekért dokumentumok száma mindet benyújtották azon az aláírás mintákon kívül, amiket hiányként volt megállapítva, vagy azon kívül volt olyan dokumentum, amit nem nyújtottak be. Köszönöm a válaszát. De kész volt, bevittem, igen. Tekintettel arra, hogy nagyon sok esetben az, hogy milyen dokumentumot kérnek, az így nem tételesen van megjelölve, hanem például volt egy 160 kérdésből álló tanúsítvány, és a tanúsítvány igen kérdéseire adott választ
alátámasztó dokumentumokat, amik nem egyértelműen nevesítve vannak, amiket mi gondoltunk, beküldtünk. De mivel nem jeleztek más dokumentum hiányt, hanem ezt a dokumentum hiányt jelezték, mi úgy gondoljuk egyébként is, hogy mindent beküldtünk, előtte is úgy gondoltuk, mert nem vettük észre, hogy lemaradt, a számvevőszék jelezte, hogy lemaradt. Feltételezem, szóltak volna, hogyha még valami hiányzott volna. Tudomásunk szerint mindent elküldtünk. Én úgy gondolom, hogy boncolgathatjuk ezt a témát, de én változatlanul azt tudom mondani, hogy itt voltam, végig láttam, hogy milyen munkát végezett a hivatal, és tényleg le a kalappal több száz iratot kellett 5 nap alatt beszkenelni, elküldeni, kommunikáció nem volt eleve az, hogy ki kellett keresni. Tehát volt olyan dokumentum, amikor 20 első modul, például 20 dokumentum, a második modul kapcsán 219 dokumentum került feltöltésre, de ezeken belül az egyik tanúsítványban 33, a másik tanúsítványban 169 kérdésre kellett válaszolni. Tehát 5 nap alatt ez tényleg hétvégén, éjjel, és mellette a rengeteg közérdekű kérdésre válaszolgatni, a napi feladatainkat ellátni. Én úgy gondolom, hogy lassan tényleg az itteni dolgozók egészségi állapotát kell megvizsgálni, mert nehéz így helytállni, és én bízom a kollégáimba, képviselőtársaimba főleg, úgyhogy tényleg köszönöm a munkátokat, és bízom benne, hogy azért az elmúlt, elmondhatnám, hogy én már a tanácsi rendszerben is, nem tudom mennyire jó ez, 10 évet itt dolgoztam, akkor is volt nagyon sok ilyen ellenőrzés, és bátran és becsülettel végezzük a feladatainkat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy túl ragoztuk ezt a történetet. Nem tudom, udvari képviselő úr szeretne még egy gondolatot, mert megígértem, hogy visszaadom a szót, és utána szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy zárjuk le ezt a napi rendi pontot, és én szeretném, ha el is fogadnánk ezt a tájékoztatót. Jó, igyekszem, polgármester asszony, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy mivel nem dicsekvésből mondom, tényként közlöm, nem facebookolok, nem is fogok, nem szállok bele ebbe a dologba. Én a hivatalos dolgot szeretném, azért kértem az előbb, hogy azt, amit ott felolvastál, szerettem volna látni, mert meg amit leadtál, azt is szerettem volna látni. A dokumentumod megmarad, a szó elszáll, az írás megmarad. Csak egy kérdésem van, hogy valóban városi legenda, még nekem följelentetted az önkormányzatot az ügyészségen? Csak ennyit. Igen, vagy nem? Köszönöm szépen. Krichovszky úr. Köszönöm szépen. Ismeretlen tettes ellenfeljelentést tettem az ügyészségen. Ezzel az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban. Ennyi elég. Köszönjük szépen. Kérném szépen, hogy indítsuk el a szavazást, és én kérem szépen, hogy igazán magát a tájékoztatót nem szoktuk elfogadni, de most kérek szépen egy megerősítést. Indítsuk el a szavazást. Köszönöm szépen, 9 igen, 2 nemmel elfogadtuk. Csodálatos volt. Köszönöm szépen. Ezek után pedig interpelláció érkezett jegyzőasszonyhoz, úgyhogy szeretném kérni a figyelmet és a türelmet. Pár kérdést Medvedoszky Béla képviselő úr tett fel, és erre szeretne tájékoztatást kapni. Olvasod is, vagy olvassam talán a kérdést? Kérdés, megkapta mindenki. Tehát mindenki előtt ott van maga a interpellációs anyag. Igazán 2 témát boncolgat, de itt olvassam fel hangosan. Jó, Béla. Akkor Bélának megadom a szót, és légy szíves, hogy érthető legyen azért, mit szerettél volna. Köszönöm szépen a szót. Tehát a interpellánt két kérdést tettem föl a kérdésekkel. Gyakorlatilag a transzparencia jegyében, mert most úgyis egy divatos kifejezés. Tehát azt gondolom, hogy egyszer, ahogy a Mátyás mondta,
ő a Facebookban, meg egyebekben nem hisz, meg nem néz, de ezek egy nyilvános és mindenki által olvasható fórumok. És ilyeneken különféle képviselőktől, még tőlem is jelent meg többféle információ, és az egyik, amelyik a Fricsavszky Tóth Péter úrnak a vagyonnyilatkozatának a leadásával kapcsolatban fölmerült több kérdés, amit szeretnék tisztában tenni, mert még állampolgári megkeresés is jött felém, hogy én miért nem segítem azt, hogy ő időben le tudja adni ezt a dolgot, miért csak egyszer lehet, miért nem lehet többször, és ezzel kapcsolatban tettem föl néhány kérdést a tisztánlátás érdekében, hogy mikor kapott a képviselő értesítést erről, milyen lehetőségei voltak erre, kérte segítséget a kitöltésbe, kérte időpontot arra, hogy a másik legyen, tehát ilyen kérdések vannak felsorolva, mert ugye bár mindenki megkapta. A másik kérdés, ami igazából már itt a hivatalban többször járva fölmerült, illetve a tavalyi évben is a problémaként merült föl pont a kifogás volt szóbeli tájékoztatás alapján, hogy olyan mértékű közérdekű adatmegkeresést kap a hivatal, ami gyakorlatilag a normál munkavégzést is hátráltatja, és ebből kapcsolatban tennék föl tettem fel egy pár kérdést a jegyzőasszonynak, mint a hivatalvezetőnek, hogy hogy érzékeli, hogy a hivatal ennek eleget tud-e tenni, megfelelő létszámmal vannak ennek a kiszolgálására. Tehát a kérdések erről szóltak, és aztán remélem jegyzőasszony meg tud nekem reflektálni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jegyzőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Akkor először talán a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos kérdéskörrel kezdeném, ami elhangzott. Az alakuló ülésen ugye valamennyi képviselő tájékoztatást kapott a vagyonnyilatkozatételi kötelezettségről, amire a megválasztástól számított 30 napon belül kell sort keríteni. A vagyonnyilatkozatok leadásának az az úgymond speciális szabálya, hogy a vagyonnyilatkozatokat az erre kijelölt bizottság számára kell leadni. Tehát gyakorlatilag egy bizottsági ülés keretében kell, hogy leadásra kerüljenek a vagyonnyilatkozatok. Ugye ez az év egy speciális év ilyen szempontból, a választás éve egyébként minden évben január 30-áig kell ezt megtenni. Ugye akik már korábban voltak képviselők, és Udvardi úr volt akkor is a bizottságnak, korábban is az elnöke, ezt mindig úgy határoztuk meg ezt az időpontot, hogy lehetőség szerint az utolsó napokra essen, hogy mindenkinek kellő ideje legyen a kitöltésre. Itt az alakuló ülés, bizottsági struktúra kialakítása miatt ugye időbeli csúszások valóban voltak, tehát nagyon hamar elszaladt az a 30 napos határidő, ez való igaz. Addig, amíg nem volt bizottság, nem volt kivel egyeztetni a bizottsági ülés időpontját. A vagyonnyilatkozatokat mindenki egy időben, egy hétfői megbeszélés kapcsán megkapta, tudván azt, amit egyébként le is írtunk az alakuló ülésen kiosztott tájékoztatóban, hogy erre 30 nap áll rendelkezésre. Csütörtökön, mikor megválasztásra kerültek ugye a bizottságok, való igaz, akkor elmaradt, de másnap reggel Udvardi úr telefonjával kezdtem a napot, hogy egyeztessük a bizottsági ülés időpontját. Mivel gyakorlatilag a keddi nap volt az utolsó, és egyébként is jelezte, hogy a bizottság kedden szeretne ülésezni, ezt a keddi napban határoztuk meg. Pénteken délelőtt azonnal a kolléganő minden képviselőt felhívott, hogy jelezze a vagyonnyilatkozat először a bizottsági tagokat, hogy határozatképes lesz a bizottság, és utána pedig minden képviselőt, hogy mikor kerül sor a vagyonnyilatkozat leadására. Képviselő úrral is beszélt a kolléganőm, és kérte is, hogy egyébként az ülés meghívóját küldjük el neki, amit meg is tettünk mind a három ülő tevagyos képviselő esetében. A többiek ilyen meghívót nem kaptak, hiszen a meghívó egyébként a bizottsági ülésre szólt, de egy megerősítésképpen elküldtük. A vagyonnyilatkozathoz, mint egyébként a levelében is elhangzott, mivel ez egy jogszabályi velléklet, hivatalos kitöltési útmutató nincs. Lehetett volna egyébként ehhez szükség esetén készíteni, de úgy gondolom, hogy nem egy emberpróbáló feladat azért ennek a kitöltése, és ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan lehetőség van a kérdéseiket feltenni.
Korábban egyébként talán két ciklussal ezelőtt készítettünk valami egyszerű kis tájékoztatót, de egyébként nem volt probléma, és eddig nem volt ezzel kapcsolatban semmi, és sikerült kitölteni, de hogyha egyébként bárki jelzett volna, hogy kérdése van, akkor természetesen vagy én, vagy a helyettesen, vagy bármelyik kollégám azért tudott volna ebben segíteni. Mikor az ülés napján ugye kiderült, hogy képviselő úr nem tudott ideérni az ülésre, egyeztettem a kolléganőkkel, és kértem, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ügyrendi bizottság elnökével, hogy mi az az időpont, ami megfelel mind a két félnek, és mikor van lehetőség a vagyonnyilatkozat leadásának pótlására. Én úgy tudom, hogy erre most az ülés előtt 3/4-4-kor bizottsági ülés keretében sor is került. Hivatalosan, ami úgymond szankció ebben az esetben, hogy addig a képviselői jogait nem gyakorolhatja, de hát Isten igazából most ebben a kieső időben ülésünk és egyebek nem voltak, hiszen egy hétről, vagy nem is teljesen egy hétről volt szó, illetőleg el az időre járó tiszteletdíjat nem kaphatja meg. Az ülés egyébként nyilvános, tehát amennyiben arról felvétel készül, annak nincs akadálya, mert ugyanolyan nyilvános ülés egyébként, mint bármely, hiszen ez egy ügyrendi, rendvédelmi és ügyrendi bizottságnak az ülése. Tehát az első kérdéskörben ennyit tudnék esetleg elmondani. A másik a közérdek... Igen? Hát nagyon kérdések itt az interpellációnál nincs kérdés, esetleg az érintett tehet, de Béla, akkor Béla viszont egyedül választ viszont SMS. Választ. Parancsolja Medvedovszky úr, úgyhogy másnak nincs jelen pillanatban. Interpellációnál benne van az SMS-ben. Ja, bocsánatot kérek. Tehát, igazából köszönöm szépen a tájékoztatást. Egy kérdésre nem kaptam választ. Ha ön nem tud erre válaszolni, azt el tudom fogadni, hogy jelezte Picsoszki úr, hogy nem fog tudni elmenni valami iskolába. És hogy jelezte akkor mikor? Hát itt a bizottságot kéne megkérdezni. Tudomásom szerint nem tudom, hogy esetleg Udvardi úrnak elnök jelezte. Úr, akkor mégis megadom a szót. Elnök úrnak. Köszönöm a szót. Csak hogy állapítsam meg a tényeket, tehát hogy csak tényekről beszéljünk. Igen, előtte való este nekem jelezte Péter, hogy nem fog tudni eljönni, és elküldi Szilviával a vagyonnyilatkozatot. Szóról szóra ez volt. És csak egy mondatért akartam jelentkezni. Szóról szóra, amit a jegyzőasszony elmondott, ez mind stimmel. A jövőre való tekintettel tágabban fogalmazzuk majd, megjavaslom ezt, hogy ekkor, tehát minden, és ugye a szankciót odaírva, amennyiben nem, akkor ez a hátrány éri. Csak ennyit kértem. Mert jó, valóban mindenki megértette, a 11 képviselő be tudott jönni, tehát nem akarom tovább feszíteni, amit a jegyzőasszony elmondott, az tök igaz. Előtte való este valóban fölhívott, hogy nem fog tudni jönni, illetve majdnem, hogy nem, de jó, mondjuk így, hogy biztosra mondtad, hogy elküldöd a Szilviával. Ennyi. Köszönjük. Na, köszönjük szépen, akkor megkaptuk a választ, akkor szeretnék a kettes pontra térni, jegyzőasszony. Interpellációval. Ilyenkor nincs válasz. Csak nem. Ne haragudjon. Az SMS. Hát olvassa el az SMS, kedves interpelláció kérdés. SMS 35. Aki feltette a kérdést, azoknak válaszolunk. Parancsoljon. Jegyzőasszony, kérek szépen türelmet, jó? Jegyzőasszony. Igen, többször elhangzott már a tavalyi év folyamán is ezt a közérdekű adatigényésekkel kapcsolatos munkateher. Hát el kell mondani, hogy az elmúlt két évben igen jelentős közérdekű adatigénylés érkezett. A korábbi években ez abszolút nem volt gyakorlat. Hát szerintem, ha összesen 2 vagy 3 jött az előző időszakban, akkor sokat mondok. Erről egyébként nekünk mindig jelentést kell tenni, különösen az elutasításoknak a számáról az adatvédelmi hatóság felé minden év januárjában. Tehát ezt csak azért mondom el, mert amikor itt mi berendezkedünk egy hivatali létszámmal, és a hivatali feladatköröket és munkaköröket elosztjuk, az ilyen jellegű feladatok ilyen mértékben nincsenek bekalkulálva a kollégák feladatai közé.
És sajnos azt kell mondani, hogy mi egy viszonylag kis hivatal vagyunk. Tehát a tájékoztatón is elmondtam, hogy vezetőkkel együtt 30 ember az, aki érdemi ügyintézőként dolgozik, tehát akinek úgymond érdemi feladatot lehet osztani. Ez azonban nem ilyen egyszerű, mert különböző szakterületek vannak, tehát egy pénzügyi területen dolgozónak bármennyire is leterhet mondjuk egy városfejlesztési iroda, nem adhatom oda az olyan témájú kérdéseket, azon egyszerűknél fogva, mert fogalmuk nincs, és nem tudnak válaszolni. Tehát ezek a közérdekű adatigénylések, én azt mondom, hogy a hivatalnak úgy mondjuk a létszámát tekintve olyan egynegyedét érintik, hiszen amik itt fölmerültek, teljesen jogosan elsősorban településfejlesztéssel, gazdálkodással kapcsolatos kérdések voltak, ami azt mondom, akár jegyzőként is, és ismerve ugye a szervezetnek a szándékát, mert úgy mondom, egyértelmű, hogy az ülőte vagy szervezet közérdekű adatigénylései voltak túlsúlyban, hogy kíváncsiak voltak, és ilyen értelemben hátránnyal is indultak mondjuk esetleg egy választáson, hiszen olyan mértékű információkkal nem rendelkeztek. De azt tudni kell, hogy ezek az adatkérések nagyon nem egyszerűek, mert itt nem pusztán arról volt szó, hogy föltettek egy kérdést, amiben tisztán szeretnének látni, hanem azért oldalakat töltöttek meg egy-egy adatigénylés kapcsán ezek a kérdések. Most a régi adatokat nem gyűjtöttem ki, de egy ilyen vaskos dossziénk van. Ebben az évben 20 darab adatigénylés érkezett, ami 16 a szervezet részéről, 4 darab egyéb adatkérés más részről. Itt egyrészt ugye nagyon nehéz az ezzel kapcsolatos munkaterhet így számszerűsíteni. Tehát azt kell mondani, hogy a hivatal néhány dolgozóját, és pont úgy gondolom, hogy azokat, akik egyébként is olyan mértékben leterheltek, hogy a napi munkafeladataikat, tehát amik érdemi, előremutató és kötelező, ez is kötelező, de azt mondom, hogy ami a település fejlődését és a működés előrevitelét és az állampolgárok ügyeinek az intézését szolgálja, azt sem tudják 8 órában általában elvégezni, hanem jelentős túlmunkákkal az év jelentős részében, nem azt mondom, hogy minden nap, de nagyon sok, és akkor, amikor még olyan adatok kellenek, és én tudom, hogy jogszabály szerint igen kötelező, de ilyen mennyiséget egyszerűen képtelenek vagyunk sok esetben kiszolgálni, főleg nem 10 évre visszamenőleg adatokat, mert itt ugye sok esetben arról volt szó, hogy 10 évre visszamenőleg egy csomó minden. Na most ezek különböző ügyiratokban, nem olyan bontásokban vannak. 10 évvel ezelőtt sehol nem volt még, azt mondom, úgymond még most sem a digitalizáció, tehát nagyon sok minden csak papíron létezik, ügyiratokban létezik, nincsen elektronikus, teljes körű elektronikus ügyintézés. Tehát pusztán ennek áttekintése, átgondolása, kikeresése, szkenelése, összeállítása, megvizsgálása, hogy mit lehet, mit nem lehet és hogyan lehet, ez őrült energiákat vesz el, és olyan értelemben igen, egy őrült pszichés leterhelést jelent a kollégáknak, mert tudják, hogy vannak határidős feladatai, ki van adva polgármester részéről, testület általi feladat meghatározás, én is kiadom a feladatot, irodavezetők kiadják a feladatot, és egyszerűen mindennek meg akarnak felelni, és hát bizony sokan összeroppannak, és azt mondják, hogy na, ezt nem bírjuk. És ezt a munkát, amit itt végezni kell, amire lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy még mindig nem hatékony, meg nem megfelelő, meg rossz. Sajnos a szabályozók is bekorlátoznak minket, de úgy gondolom, hogy nagyon lelkiismeretesen igyekszik mindenki teljesíteni, és azt mondom, hogy szerencsére nagyon elhivatott és lelkiismeretesen, hivatástudattal és felelősségérzettel dolgozó kollégákkal vagyunk körülvéve. Akik nem ilyenek, akik nem tudnak ennyi energiát ebbe beletenni, azok elmennek, mint hogy erre volt példa éppenséggel a pénzügyön, ahol idejött egy kolléganő, és 3 hónap próbaidő után azt mondta, hogy ő ennyit ebben nem bír beletenni, és elmegy máshova. És azokon a területeken, ahol manapság nagyon nehéz egyébként szakembert találni,
lásd pénzügy, lásd műszaki terület, hiszen most a gazdaság működése jelentős felszívó erőt jelent, és bizony, bár kívülről mindenki úgy gondolja, hogy a köztisztviselők nagyon jól meg vannak fizetve, hát amikor mi fel szeretnénk venni valakit, és mondok egy összeget, hogy ha már nagyon-nagyon-nagyon, és mindent figyelembe veszünk, mennyit tudok adni, akkor kinevetnek. És azt mondják, hogy nem, hát köszönöm szépen ennek, ezért a pénzért én körülbelül 2 órát dolgozom, ezért a tudásomat én nem adom, és ennyit nem vagyok hajlandó dolgozni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kevés létszámmal vagyunk, és igyekszünk mindent megtenni, és szerintem képviselő úr azért alapvetően szerintem látta az erőfeszítéseinket, hogy azért igyekeztünk eleget tenni a közérdekű adatigénylésnek, de el kell, hogy mondjam, hogy jó magam is, de vezetőként persze ezt viselni kell, de a kollégáim is sokszor erőn felül és hétvégi munkavégzéssel, mert valahol be kell hozni azt a munkát, és vagy itt maradtak, vagy otthon hétvégén dolgoztak. Tehát igyekeztünk ezeknek megfelelni, de sokan az összeroppanás határán voltak. Akik most igen, fluktuáció volt a pénzügyön, de hát úgy gondolom, hogy ezt a képviselők tudják. Itt nagyon sok szerencsétlen tényező volt, ami ide vezetett. Egyrészt van, akik ugye jobb állás miatt távoztak, és sajnos nyugdíjba menetel is tizedelte a társaságot, és igen-igen nehéz volt, és új embereket kellett, illetőleg kell még most is betanítani. Hát már lassan azt mondom, hogy nincs is régi ember a pénzügyön, akinek a memóriájára, meg a tapasztalatára és a tudására építeni lehetett, hiszen hiába a sok papír, meg a sok nyilvántartás azért annak a tudásnak is, ami itt felgyülemlett és tapasztalatnak nagyon nagy jelentősége van. Tehát ami már önmagában egy kihívást jelentett, ez a szervezeti változás, ami szintén nehezítette azért az ezzel kapcsolatos munkát, hiszen pont gazdálkodási és egyéb adatok is voltak, tehát megterhelő volt. A másik meg a pont a fejlesztési terület, ami sajnos szintén ott áll, hogy ha kollégák jobb ajánlatot kapnak, akkor sajnos elmennek és úgy vannak vele, hogy ezt a fajta munkaterhet nem vállalják, és ezeket a jelentős túlmunkákat, amit sajnos el kell várni, mert még sokszor ez is kevés. És hiába mondanám azt, hogy kérek létszámot, amivel ugye általában azért nem szokott bővelkedni a testület, hogy úgy ossza, mert azért ugye ez a legdrágább dolog. Az a baj, hogy a megüresedett létszámokra találunk nagyon nehezen szakembert, és ebbe is igen benne van, hogy lehet, hogy vannak hibák, lehet, hogy vannak csúszások, és lehet, hogy nem tudunk mindenbe úgy előre gondolkodni, de ennek ellenére igyekszünk az, hogy határidőbe és minden feladat, aminek el kell végződni, el végződjön. Lehet, hogy nem mindig tudjuk olyan ütembe, ahogy ez az elvárás, hogy 1 nap, 2 nap, 3 nap, 5 nap nem megy. Tehát a szervezetnek van egy kapacitása, és amikor még pénteken is este 6-kor, 7-kor, mikor egyébként vége a munkaidőnek 2-kor, de még néhány helyen égnek a villanyok, vagy éppen szombaton be kell jönni a kollégáknak egy zárás időpontjában dolgozni, ennél több munkaterhet vezetőként én sem tehetek, én is kiveszem a részem, a vezető kollégáim is kiveszik a részüket, de végtelenségig az embereket nem tudom már terhelni. Igyekszünk, és igyekszünk mindent megtenni, de gondba vagyunk ezen a területen, ezt el kell mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kielégítő volt, képviselő úr? Köszönöm szépen. Udvardi úr, és... Történt-e már megkeresés, figyelemfelhívás, kérdés a közérdekű adatkérők részéről a kikért anyaggal kapcsolatban? Igen, bocsánat, a saját gondolataim körül, meg amit ezzel kapcsolatban el szerettem volna, még erre koncentráltam. Ha ez a kérdés arra irányult, mert bocsánat, de nem tudtunk egyeztetni, hogy amik kikerültek anyagok, annak kapcsán volt-e valami kérdés? Nem volt, legalábbis én nem emlékszem, hogy lett volna, hogy amiket megküldtünk, maximum hiányzott valami, de egyébként annak tartalmaságát illetően, hogy ez miért így volt, miért úgy volt, nekem nem rémlik, hogy ezzel kapcsolatban lett volna. Valamit lehet, hogy volt.
Kérdezzem. Medvedovszky Béla. De hát önnek... Hát kérdezzem. Bocsánat, egy picit. Akkor legyen kedves, nyomja akkor meg azt az ügyrendi, vagy már nem érte. Gombok. Hogy ugye Medvedovszky képviselő által, ugye, aki benyújtotta ezeket a kérdéseket, ugye mi elég csúnya mód meglettünk vádolva, hogy mi 120 darab közérdekű adatkikérést kértünk be. Ugye szemenszedett hazugság, ugye én konkrétan tudom, hogy mennyit kértünk be, mert vezetem. Tehát ön is említette, hogy idén azt hiszem 20, és abból 16 a miénk, tehát, és a tavalyi év októberek környékén kezdtünk el kérni, tehát közel nincs a valósághoz, amit Medvedovszky képviselő állít, csak hogy tegyünk tisztába a dolgokat, és lássuk azt, hogy ki mit állít valójában, ki mennyire. Bocsánat, hadd válaszoljak. Jó. Ha úgy tekintjük ezeket a kérdéseket, hogy pontonként, mert ugye általában, amik adatkérések szoktak lenni, kér valaki egy információt. Viszont az önök beadványaiban nem véletlenül mondtam, hogy volt x darab, de azon belül sokszor másfél oldalon keresztül sorakoztak a kérések. Tehát ha azt úgy önállónak tekintjük szinte, akkor az azért igen sok kérdés. Ha így vesszük, és nekünk mondjuk így is vannak kigyűjtve az anyagaink, úgyhogy... Visszamenőleg 2007-től általában, úgyhogy azért ez nem mindegy, körülbelül 10-15 évet ölel fel. Ez az, ami sok. Medvedovszky Béla, és utána én köszönöm, hiszen megkapta a választ. Éppen én csak ugye mindig a tények meg a átláthatóságban nem emlegetve megragadt a fantáziámban, szeretném is ezeket. Tehát a tények között megkapta mindenki, azt hiszem mindenki előtt itt van a interpelációm. Nem tudom, hogy valaki látta benne számot. Nincs. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt viszont akkor megköszönöm mindenkinek a mai részvételést, és képviselő úr, elfogadod a válaszokat? Köszönöm szépen, elfogadom a választ. Nagyon szépen köszönjük. Akkor ezzel az interpellációt is lezártam, és a mai ülést is. Köszönöm szépen mindenkinek, jó pihenést. És ha már itt vagyunk, és egy perc türelmet kérek még, jegyzőasszony még szeretne egy gondolatot, és egy perc türelmet kérek még. Igen? A kolléganők kiosztották a nyilatkozatot a tiszteletdíjak szemfejtéséhez. Bele is írtam, de akkor szeretnék szólni, hogy 25-éig, mivel 29-én történik 30-án a KIRA programban a zárás, jó lenne, hogyha minél előbb vissza tudnák juttatni. Sajnos furcsa adatok is vannak benne, de sajnos anélkül nem tudunk rögzíteni, hogy ez minden adat ne lenne rögzítve, ilyen a programunk, úgyhogy mindent rögzíteni kell, úgyhogy kérnék a teljes körű kitöltést. Két kolléganőnek a telefonszámát megadtam, hogyha valakinek bármilyen kérdése van, hogy töltse ki, ők tudnak segíteni, és majd a külső bizottsági tagok felé, és majd ugyanez lesz a kérdésnek is, ki fogjuk küldeni. Köszönöm. Igen. Tehát szeretném egy pozitív dologgal zárni a mai kis szeánszunkat. Igen. Tiszteletdíjhoz, igen. Tehát szeretném megdicsérni mindannyiunk előtt Nagy Lajosné Rozsikát, aki a hétvégén pénteken egy csodálatos rendezvényt szervezett meg Illés Adorján, aki körbejárta a földet kerékpárjával egyszer maga. Én úgy gondolom, aki részt vett ezen a rendezvényen, sok pozitív energiával távozhatott. Reméljük hamarosan a William Szévé is bemutatja róla a kis filmet. Úgyhogy én azt kívánom, hogy elindultunk valami jó úton, és sok ilyenben legyen részünk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, főleg Rozsikájéknak. További szép napot! Köszönöm, hogy itt voltatok!